Sziasztok! Szeretnék nektek egy szájtekes desszertet bemutatni. Ő a Protein Brownie. Nagyon egyszerű lesz az elkészítése, semmi más nem kell hozzá, mint ugye maga a termék és víz. Konyhai méreggel fogjuk kimérni a pornak a mennyiségét. 125 g por szükséges egy adaghoz és 150 ml víz. Viszont mi dupla adagot fogunk csinálni, úgyhogy ezt felszorozzuk kettővel, tehát 250 g port fogok kimérni. Hát ez körülbelül 6 adagolókanál volt, úgyhogy egy adag az nagyjából ilyen 3-4 adagolókanál lesz, de ezt, mint már mondtam nektek is, egyszer érdemes kimérni, és akkor hozzáadjuk a dupla mennyiségű vizet ugye a mi esetünkben, ami nálunk 3 deci lesz. Jó, és akkor ezt kell csomómentesre elkeverni, és igazából meg is vagyunk. Az összetételről pedig annyit, hogy tejsavófehérjét tartalmaz, tojásfehérjét, zablisztet, illetve zabból származó élelmi rostot, ami okoz egy kis tehetségészetet, tehát tökéletes diétában, nem csak azért, mert finom, nincs akkora csalás, mint egy normális browninál, hanem azért is, mert az emésztést segíti. Kókuszsírt tartalmaz, ami ugye jó minőségű, valamint fehérjéből, egy kicsit kelles, nem mert számomra teljesen új a termék, 27 g-ot tartalmaz egy adag, és a szénhidrát 36 benne, ebből viszont a cukor csak 2,1 g, úgyhogy tényleg abszolút beleilleszthető akármilyen szigorú diétába. Hát kivéve a versenydiéta, de azért az nem egy átlagos. És amint láthatjátok, nagyon egyszerűen és nagyon gyorsan csomómentesre ki lehetett keverni egy sima kanál segítségével, úgyhogy ezzel is igazából elég gyorsan megvagyunk. Még egy tepsire lesz szükségünk, amit mi már előre kókuszsírral kikentünk, ebbe ki fogjuk önteni a tésztánkat be a sütőbe, 15-20 percig sütjük és kész is, úgyhogy nagyon egyszerű. Elegyengetem egy kicsit. Tehetitek egyébként szilikon formába is, én viszont most azért választottam a tepsit, mert ennek talán inkább ilyen brownish feelingje lesz. Elegyengedtem a tésztát, és akkor most bekerül a sütőbe. Egyébként már most isteni az illata. Ilyen nagyon durván csokis, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagy sikere lesz. A sütőt kicsit előmelegítettem, egy 5 percet, és akkor így kerül bele. Letelt a 15 perc, nézzük meg, hogy hogy áll. Ez tökéletes, ki is tudjuk venni. Tehát 15 perc elég volt a sütésnek. Egy kicsit magasabb lett, nagyon szép. És amit még tudok hozzájavasolni, hogy van szintén a Szájteknek ez a Protein Ice Cream nevű terméke, ebből van a vanília lájmos. Szerintem passzolna hozzá, amúgy is szokták gyakran a brownikat fagyival tálalni, úgyhogy itt ti is már tudjátok ebben az esetben oldani. Egy kis lájmos beütéssel szerintem tökéletes. Oké, most felvágjuk. Próbálok ilyen brownie formákra felvágni. Most kivesszük egy tányérra. Egyszerű volt elkészíteni, nagyon könnyű volt felszeletelni, úgyhogy már csak kicsit várunk, hogy kihűljön, és utána meg is fogjuk kóstolni. Nekem nagyon ízlik. Mindenképpen próbáljátok ki, intenzív csokis íze van. Az egyszerű sütik ideje azt hiszem elérkezett, nagyon finom, egészséges, tele fehérjével, minimális cukorral. Próbáljátok ki, tényleg isteni.